Mit csináljunk karácsonykor? Hát mindenki másképp tölti az időt igazából. Ádám a viszkire szavaz, Pita töltött káposzta mellé teszi le a voksot, én pedig valószínűleg egy rózsaszín kis széken fogok ülni, teázgatok plüssökkel és a gyerekeimmel. Az angolok focizni fognak, ezért ülünk most itt. Mert ugye december 26-án a Boxing Day-en jelentkezik a Premier League újra itt a világbajnokság után. Várjuk a klub focit, örülünk a klub focinak, ez előrelépés lesz a világbajnoksághoz képest. A Premier League-nek mondjuk a játékát nézni, az jobb felüdülés, mint mondjuk egy világbajnoki meccset nézni? Így nekem már fura volt látni itt a Liga Kupa meccseken és a játékosokat, hogy ez igazából, esküszöm zavart. Mit keresnek itt ezek a csávok, érted, egy hete még Katarban ugrándoztak, most meg már itt ezeken a meccseken is ilyen. Tényleg szürreális volt néhány pillanatban. Furcsa, az egészen biztos, hogy egy világbajnokság után azt szoktuk meg, hogy jó, akkor most van legalább még 3 hét ejtőzés, elmennek edzőtáborozni, meg pihengetni szépen, meg mi is rákészülünk a szezonra. Hát most a szezonnak a közepén vagyunk, úgyhogy nem nagyon van mire rákészülni. Most nyilván itt a színvonal kapcsán ez nem lehet kérdés. Tehát, hogy a Premier League előrelépés a világbajnokság bármilyen találkozójához képest. Nyilván igazságtalan összehasonlítani, de itt ez a tegnap esti Manchester City-Liverpool mérkőzés is magasan, színvonalasabb, jobb volt, mint a világbajnokság mérkőzéseinek 99,9%-a, de ebben semmi meglepő nincs, ezek a csapatok évek óta együtt játszanak elképesztő magas színvonalon. Nyilván az volt itt az érdekes, hogy a Manchester City abszolút kitolt mindent a pályára, hihetetlen intenzitású mérkőzés volt, és egyébként erre számítani kell itt a Boxing Day-en is. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a játékosok most miután lefújták a bajnokságot novemberben, ők elmentek ejtőzni, és akkor most visszaestek, akik nem voltak a világbajnokság, hanem több hetes edzőtáborokra van, mondtak edzőmérkőzéseket játszottak, eleve benne vannak a szezonritmusban, akik meg VB-n voltak, hát nekik még igazából folytatódik a menetelés. Igen, talán ez egyébként fontos lehet a különbség, hogy aki a klubjánál maradt, ő alig várja, hogy végre kezdődjön a Premier League, de viszont aki a világbajnoksága volt, ott lehet, hogy lesznek azért ilyen fáradtságjelek, főleg itt a Boxing Day alatt, hiszen január 5-ig 3 fordulót rendeznek most a Premier League-ben, ami nagyon-nagyon sűrű amúgy is, főleg így egy ilyen világbajnokság után. Ennek láthatjuk, szerintetek nyomait lesz hatásra a játékra? Talán azért inkább azoknál a játékosoknál maximum, akik tényleg itt a végjátékban is érdekeltek voltak azért, mint hogy Kevin De Bruyne-t ugye láttuk tegnap, ő azért már egy ideje otthon készületett a többiekkel, tehát neki talán akkora problémát már ez nem jelentett, de hatalmas különlegességet, hogy emiatt azért nem várnék senkitől sem. Szerintem sem nagyon fogjuk ezt észrevenni most még a csapatok játékán. Nyilván egyes játékosoknál majd érdemes azt megfigyelni, hogy azért mindenki máshogy dolgoz fel bizonyos dolgokat. Van, aki a sikert dolgozza fel viszonylag nehezen, és utána nehezebben rázódik vissza a napi ritmusba. Van, aki meg a csalódás dolgozza fel nehezen, vagy esetleg pont fordít, hogy a csalódás miatt még sokkal motiváltabb lesz itt a klubszezon folytatásában, de nem is biztos, hogy ezeket egyáltalán meg lehet állapítani. Szerintem olyan nagyon nagy különbséget mondjuk az ősz képest itt a következő fordulókban nem fogunk mi tapasztalni. Ennek a hatását tényleg lehet, hogy már itt a szezon utolsó harmadában fogjuk látni, amikor már úgy tényleg összegyűlik mindenkiben az a sok terhelés. Igen, nézzünk is az első fordulóra, és azért mondom első fordulóra, mert mintha ez egy szezon kezdet lenne, pedig a 17. forduló következik, de hogy esetleg ennek lehet hatása a játékra szerintetek? A szezon elejé forma, ezt ilyet szereted hangoztatni át. Hát pont ez az, amiről viszont beszélünk, hogy erről igazából nincsen szó, és még azok a játékosok sem, akik nem voltak ott a világbajnokságon, azért tényleg játszottak barátságos meccseket, ráadásul itt a top csapatok elég komoly ellenfelekkel is, úgyhogy nem hiszem, hogy ebből bármit látnánk meg. Hát egy 2 hetes kihagyásokról beszélünk, nagyjából ennyi szabadságot kaptak azok, akik eleve nem utaztak el a világbajnoksága, utána készültek, edzettek, meccseket játszottak, és onnan eleve szezonritmusban vannak benne, tehát nem arról van szó, hogy itt 6-7 kihagyás után egy teljesen új alapozást kellett kezdeni, nem folytatni kellett azt a munkát, amit abba hagytak novemberben. Hát akkor kezdjük is a lista vezetővel, az Arsenal a West Ham United-del fog összecsapni rögtön a 17. forduló első mérkőzésén. És mennyire figyeltétek a világbajnokság alatt azt, hogy úristen, a kedvenc csapatomnak a játékosai mennyit játszanak, nehogy megsérüljenek, mi újság velük a világbajnokságon? Ez azért így tudat alatt ott volt a kis hátul a gondolatoknál? Szerintem elmondhatjuk, hogy Dávid egy kicsit azért magából indul ki. Ilyen titkokat meg lehet-e osztani, hogy a kis csoportcsetünk, mert azért ő rendszeresen jegyezte meg azt, hogy kire kéne vigyázni a például Luis Enriquének, meg kiért nem lenne kár, hogyha tarkon csúszna valaki rajta Telis Toplival, úgyhogy... Az sem már
bántam soha, hogy a Barcelona játékos cseréltek le a világbajnokságra, nem mindig tudtam ennek örülni. Hát igen, ez nálam például nem is tudat alatt volt, hanem abszolút tudatosan néztem, hogy csak meg ne sérüljön valaki fontos játékos, de hát látjuk, ezek a dolgok megtörténnek akkor is, hogyha nem játszanak sokat, ugye Gabriel Jesus minimum 3 hónapot ki kell, hogy hagyjon a térsérülése miatt, ami hát az Arsenal szempontjából egy picit nagy veszteség, és ez csak egy játékos kidőlése, a többiek azért szerencsésen megúszták. Ez pont Ádám, te mondtad, hogy olyan, mint a Gabriel Jesus lenne a kenyőanyag tulajdonképpen a motorba. Hát és a motor is ugye tulajdonképpen elromlik, hogyha nem megfelelően van cserélve az autó motorjában az olaj, akkor hát igazából elromlik a motor hosszú távon. Ez a 3 hónap elég hosszú táv lehet ahhoz, hogy elromoljon az Arsenal? Igazából most fog kiderülni, hogy pontosan mit is tett hozzá tulajdonképpen Gabriel Jesus ennek a csapatnak a játék az, mert egy az egyben őt, pláne a jelenlegi kerettagokkal nyilván nem tudott helyettesíteni, tehát ez biztos fog változásokat eredményezni, nyilván személy összetételben is, meg láttuk mondjuk egy ilyen ketiával játszani már ezt az Arsenalt, nyilván nem tud ugyanaz lenni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt a megoldás majd, meg hogy Arteta is annyit már azért ugye elcseppentett, hogy aktív lesz januárban az Arsenal, az átigazolási piacon is majd kíváncsi, hogy mi sül ki belőle. Igen, hát itt az Arsenalnál egy szélsőről lehet olvasni, hogy szélsőt mindenképpen akarnak igazolni, egy eleve már a szezont is úgy kezdték el, hogy nem nagyon volt opció Martinelli és Sakán kívül azokra a posztokra, és így, hogy ugye Gabriel Jesus is kidőlt, most már Enketiel sem jöhet számításba igazából, úgyhogy oda mindenképpen igazolni kell, és szerintem fog is az Arsenal, centert nem fog igazolni. Enketia biztosan megkapja a lehetőséget, azért nem véletlen, hogy az előző szezon végén megkapta az új szerződést, megkapta a 14-es számú mezt, tehát most a Jesusnak a sérülés az pont az, hogy na fiam, akkor itt van, most játhatsz megint úgy, mint tavasszal, mert ősszel, ha őszintén akarunk lenni, ősszel Enketiából szinte semmit nem láttunk. Jesus játszott minden mérkőzésen, ő pedig így az Európa Liga mérkőzéseken, majd egy ilyen B csapatban játszott. Most ott lesz mögötte a teljes elkeret, és megmutathatja magát, és rengeteget fejlődött, tehát azt ne felejtsük el, hogy tavasszal ő nagyon jó volt. Sokat fejlődött a kapuval, háttal való játékban, hogyan kell beszállni a mezőnyben, pressingben mindig is kiemelkedő volt. Én még azt is mondom, hogy kapu előtt egy jobb játékos, mint Gabriel Jesus, de a mezőny munkája viszont Jesusnak nem biztos, hogy pótolható ezáltal olyan szinten, mint amit láttunk ősszel. Az Arsenal alapjátéka szerintem ettől függetlenül nem fog változni. Ben White játékáról is érdemes beszélni, aki ugye az angol válogatottat hát személyes problémákra hivatkozva hagyta ott, de barátságos meccseken már játszott itt a VB után tulajdonképpen. Milyen állapotban lehet most Ben White? Tudunk erről valamit? Akár lelkileg, akár fizikailag. Hát nagyon sejtelmesek voltak az Arsenal, és ugye egyből a szövetség is, meg a klub is azt kérte, hogy ne is faggassák White-ot azzal kapcsolatban, hogy mi történt, és abszolút hagyják, hogy ezt ő saját maga intéze és ne foglalkozzanak, és aztán nem is nagyon derengt, vagy én nem láttam semmit, próbáltam keresgélni, nem szivárgott nagyon ki igazából hivatalos körülmények között, hogy mi is történt vele egészen pontosan. Az biztos, hogy eleve azt feldolgozni neked ott kell legyen az angol válogatottat egy világbajnokság során, az már nem egyszerű dolog, de elméletileg fizikai problémája nincsen, úgyhogy bízom benne, hogy ez nincs. Nincs jó teljesítményt nyújtott itt a felkészülési mérkőzéseken, és nyilván ezen bulvárlapok azért próbáltak valamit szivárogtatni. Állítólag ugye az angol válogatottnak az egyik segédedzőjével, Steve Hollanddal került valamiféle konfliktusba, ugye ezzel kapcsolatban volt Arteta-nak egy nyilatkozata is, amikor erről kérdezték, hogy ők ismerik Ben White-ot, tudják, hogy mit várhatunk tőle, tudják, hogy ő milyen játékos, és abszolút bízik benne a továbbiakban is. Szerintem semmi nem fog érződni rajta itt az Arsenal kapcsán, akármi is történt az angol válogatottnál mondjuk. Beszéljünk azért a pozitív hatásokról a világbajnokságon. Hát volt idő regenerálódni az amúgy fontos sérülteknek, és itt Zinchenkóról beszélek például, aki közel van a visszatéréshez, és Smith-Rowe-ról, aki gyakorlatilag visszatérhet a csapatba. Más kérdés, hogy eddig sem feltétlen volt kulcs szereplő a játékot tekintve. Ebben a szezonban most ő nyilván nem tudott még segíteni. Egyébként pont ő az, aki talán kaphatna nagyobb szerepet, akár azzal is, hogy Gabriel Jesus nem áll a csapat rendelkezésére. De ugye most nála is azt mondták, hogy elméletileg már játszhatna, de most megint van valami kisebb probléma, hogy még azért vele sem fognak kapkodni, meg jobb is nyilván vigyázni ezzel. Most már nem múlik azon semmi, hogy eddig még nem tért vissza. Hát igen, neki egy komolyabb műtétje volt, ugye abból lábadozik, hogy könnyített edzéseket végzett. Most ugye eltétel a meccs előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy gyakorlatilag a napokban már végezhet teljes értékű edzésmunkát, de ő nem a következő egy-két hétben lesz ismét meghatározó játékos ennek az Arsenalnak. Zinchenko eset ilyen szempontból vicces, ugye ő még a VB előtt már visszatért és játszott is mérkőzéseket, majd pedig most megint megsérült, amikor elkezdett ismét a csapat együtt edzeni. Neki ez a szezon valahogy így sikerült. Nem is biztos, hogy játszani fog a West Ham ellen, de hát kijelentíteni pedig ebbe az újfajta szélső hátvéd szerepkörbe úgy tűnik, mintha egyre jobban beleszokna, és itt a Milán ellen, Juventus elleni felkészülési mérkőzéseken is jó teljesítmény nyújtott. Úgyhogy szerintem most ez a bal hátvéd pont az a poszt az Arsenalnál, ahol van két minőségi klasszis játékos, akiket bátran be lehet dobni bármikor.
ugye az Arsenal azért kemény falatba fog neki menni, még akkor is, ha West Ham nem a legjobb formáját mutatja, de egy kellemetlen ellenfél, akik nagyon párharcerősek, és pont egy Jesus jól tudna működni, aki a vonalak között tud mozogni. Mi lehet a jó megoldás? Mi az, ami működhet mondjuk a West Ham-en az Arsenal szempontjából? Hát magas intenzitású játék, amit az Arsenaltól látunk igazából az egész ősszen. Ebben fejlődött át itt a csapata a legtöbbet, hogy hogyan nyerik a párharcaikat, hogyan támadnak le magasan, és hogyan szerzik vissza minden egyes labdavesztés után azonnal a labdát. A West Hamről pedig tudjuk, hogy ezért főleg idegenben egy nagy csapat ellen ők között szeretnek beállni a saját térfelükre védekezni. Azt fogjuk látni, hogy az Arsenal lesz folyamatosan a labda, és az lesz a kulcs, hogy az ellenfélnek a kontráit mennyire gyorsan tudják lezárni. Pont ebben fejlődtek nagyon sokat ebben az úgynevezett rest defense-ben, hogy a játékosok mennyire agresszíven és hányan biztosítanak a labda mögött labdavesztés után, és hogy ki fog gólt lőni. Jesusnak volt egy hosszú góltalansági szériája, tehát azt mondhatnánk, hogy ilyen szempontból azt nem fogják megérezni. De valóban, amit mondta, hogy a kapuval háttal való játéka, ahogy területet nyit akár a többieknek, és az például Enketiának egy nagyon fontos szerep lesz. De lehet, hogy viszont, hogyha az ígyszerben odaérkezik a kapu elé, akkor eredményesebb tud majd lenni, de abszolút egy Arsenal tilitól itt kell majd várni. Itt ugye a West Ham kapcsán azt érdemes elmondani, hogy a 16. helyen állnak, de tegyük hozzá, hogy közben a konferencia ligában 100%-os teljesítmény jutottak tovább ugye első helyen, de csak egy ponton van a kieső zóna, és azért nagyon fontos lehet ez a Boxing Day időszak, ez a három forduló, hogy most akkor melyik irányba kell számolni a West Ham-mel, mert nagyon közel vannak a csapatok egymáshoz összességében. Csalódás ez a teljesítmény eddig a West Ham-től ebben a Premier League szezonban? Persze, az nem is lehet kérdés, de ez meg pont ez a konferencia liga szereplés is mutatja, hogy alapvetően nincs rossz kerete ennek a West Hamnek. Ez most kicsit ilyen, azért minden csapat számára egy új lehetőség, hogy sokan el is felejtették már szerintem egy kicsit, hogy mi is történt eddig a szezonban, és tényleg mindenki számára egy ilyen valahol új rajtot is jelent ebben a szezonban, egy klasszikus idézve tabularázás történet mindenkinél. Úgyhogy lehet, szerintem a West Hamben is biztos, hogy van ennél több, amit látunk eddig ebben a szezonban, remélem nem az Arsenal ellen fogják megmutatni. Oké, ha jó a keret, akkor Moyes-ra kell ráhúzni a problémákat? Ez szerintem egyre egyértelmű. Nyilván abban is lehet keresni a hibát, hogy amikor te a nyáron leigazolsz egy Scamacca-t, leigazolsz egy Paquetet, akkor azt várod, hogy sokkal inkább elmozdul a csapat mondjuk egy labdával dominánsabb játék felé. Na most ez nem történt meg. Ennek ellenére a West Hamnek plusz 0,20-as XG differenciája van. Teszem hozzá, ez jobb, mint például a Manchester United-é. Abszolút a tabella első felébe valók. A védekezésük, az engedett helyzetek minőség tekintve a negyedik legjobb az egész Premier League-ben. Tehát azért ott a teljesítmény az jóval jobb, mint amit mondjuk csak az eredmények mutatnak. Tehát az, hogy a West Ham kiesik, azt gyakorlatilag kizártnak tartom, inkább azt tartom valószínűleg, hogy szépen elkezdenek felkapaszkodni a tabellán, lassan, ahogy mennek előre a mérkőzések. Ahhoz képest persze csalódás, hogy az elmúlt két szezonban mondjuk végig európai kupás helyeket voltak versenyben, erre azért így már ebben a szezonban nem igen lesz esélyük. Oké, tehát akkor a befejezésekkel van probléma, vagy a helyzetek kialakításával, mert hogy gólok nem nagyon vannak, ugye Antonio Scamacca és Bowen is tulajdonképpen két gólon áll. Hát pont az, amit ugye Pete mondta, hogy meglennének a játékosai, vagy több olyan játékos van már a West Hamnek, amivel lehetne tényleg proaktív focit produkálni, és nem feltétlenül csak ülni és várni azt, hogy valamit csinál majd az ellenfél, aztán valami hibát kihasználunk, és ez képest már nem ez történik, de mondjuk David Moyesnak nem is ez volt ugye soha az erőssége, és ezért is érdekes, hogyha ebbe az irányba akarják mondjuk elvinni a csapatot, akkor nem biztos, hogy a megfelelő edző a kispadon hozzá. Beszéljünk kicsit Rice helyzetéről, aki már egyre hangosabban beszél arról, hogy hát az ő szívesen igazolna már nagyobb csapatba igazából, és hogyha ha West Ham helyezésre nem, legalább nem egy európai kupa indulás, akkor lehet, hogy elveszítik az egyik legfontosabb játékosokat már a nyáron? Biztos, hogy elveszítik, tehát ezt egészen kizártnak tartom, hogy Declan Rice a nyárnál tovább maradjon a West Hamnél, ez szerintem már érik egy jó ideje. Neki a nyáron egy év lesz hátra a szerződéséből, tehát a West Hamnek akkor lesz igazából utoljára lehetőség, hogy még nagyobb pénzt szakítson le érte. Rice gyakorlatilag kijelentette, hogy ő szeretne tovább lépni. Ez szerintem nem kérdés, az a kérdés, hogy meddig tudja eljutatni a West Hamet még ebben a szezonban. Folytassuk a Manchester United Nottingham találkozóval, és ugye amíg mi a VB-vel voltunk elfoglalva, hogy mi a helyzet a brazilokkal, a horvátokkal, az argentinokkal, vagy éppen a katari csapat mennyire fantasztikus. Eközben ugye Manchesterben hát tulajdonképpen szinte minden felborult. Ronaldo kidumálta magát a keretből, ugye vele szerződést bontottak, és a Glazer család pedig hát mondjuk, hogy nyitottá vált arra, hogy megváljanak a klubtól. Meghirdette a United-et. Várjuk az ajánlatokat. Szóval óriási változások vannak ott a klub környékén. Ezek egyébként egyértelműen jó hírnek számítanak, vagy azért hátrébb az agarakkal, mert nagyon sok United szurkolótól láttam örömtáncot járni, akár a VB közben is. Hát az, hogy Glazerék elmennek, az ugye azért nagyon régóta várják nagyon sokan a Manchester United-en, és abszolút érthető módon is, mert itt azért nem volt feltétlenül előremutató az ő klubmodelljük, maradjunk ennyiben, meg ott
az egy nagyon jól működő üzleti vállalkozás, meg befektetés volt az ő részükről, azt nagyon ügyesen csinálták, és most meg nagyon úgy tűnik, hogy azt látja mindenki itt a Chelsea eladása kapcsán, és szerintem meg nem véletlenül, hogy a Liverpoolnál is ugye hallottuk ezeket a híreket. Szóval, hogy lehet is találni megfelelő vevőket, és elég komolyáron lehet kiszállni ebből a bizniszből. Az a kérdés, hogy aki érkezik, és ezt nem tudjuk egyelőre, hogy ezzel kapcsolatban senkinek sem lehet konkrét elképzelés, hogy akkor ki lesz az, aki át tudja venni a csapatot, és milyen tervei vannak, hogyan tudja továbbvinni ezt a klubot, és ezért az ilyen sötétben tapogatózás mindenki számára. Lehet örülni persze, hogy Glazerék elmennek, de majd akkor kell örülni, hogyha már tudják azt, hogy ki fogják venni a helyüket. Igen, ez megint érdekes, hogy akkor ki jön, azért, hogyha végigvesszük, hogy kinek vagy kiknek van egyáltalán lehetősége arra, hogy megvásárolják a Manchester United-et. Ezért egy nagyon szűk rétegről beszélünk, és ebben bőven benne, hogy akkor most jön még egy valamilyen amerikai tulajdonos, valamilyen amerikai nagy cég vásárolja fel, ugye lehetett hallani például akár az Amazonról is, vagy egy ilyen újabb jó kis sportmosás projektet láthatunk, ugye megint csak hallani szaudi, katari, dubai érdeklődésről a klub kapcsán, és nyilván az, hogy ez a futball szempontjából hova vezet, az nem feltétlenül egy ilyen pozitív dolog. A Manchester United szurkolókat lehet, hogy megint csak ez boldoggá teszi. De a Glazerékkel sem elsősorban az volt a baj, hogy ők nem adtak pénzt és fukarkodtak és nem tudtak költeni. Mert a Manchester United azért rengeteget költött, hülyén költött, hogy ők megcsinálták azt, hogy ahhoz képest, hogy milyen a bérkeretük, ahhoz képest jóval rosszabb eredményeket érnek el. Úgy nagyjából ez a legegyértelmű jele annak, hogy egy klubot rosszul vezetnek. Ugye hosszú távon még mindig a bérkeretnek az aránya mutatja meg, hogy milyen erősségű egy csapat, és hogy milyen eredményt érhet el mondjuk egy Premier League tabellán, a Manchester United évek óta ezt teljesítette alul. Hanem a know-how nem volt mögött, ez a football knowledge. Nagyon jó gazdasági szakemberekkel feltöltötték a vezetőséget is, hát csak a focihoz senki sem értett. Szerintem ez lesz a nagyon fontos. Nem az, hogy most mennyi pénzt pumpál bele majd az új tulajdonos, hanem hogy ezt a tudásdeficitet, ami kialakult a Manchester United-nél, ezt sikerül-e majd behozni a többiekkel szemben. Mert az egyéb lehetőség azok biztosan meg lesznek ez. Oké, és a Ronaldo sztori, ő hogy elment a csapattól. Egyrészt kell egy másik csatár helyette, akit most télen pótolni kellene, vagy alapvetően mit jelent az, hogy az öltözőből távozik egy ekkora karakter? Ez esetleg jelenthet felszabadulást is? Ami történt az elmúlt fél évben az alapján, ez biztosan felszabadulás lesz, az nem kérdés szerintem senki számára sem. Nem Ronaldo helyett kell egy csatár, hanem egyébként is keresett ugye a United csatárt itt a nyár végén. Emlékszik, hogy milyen híreket lehetett hallani, és fogták is a fejüket a United szurkoló, és majd itt Marko Arnautovistól várják esetleg a megváltást. Nem tudom, hogy azóta kreatívabbak lettek egyébként ezen a fronton. A Unitednél is van-e jobb elképzelésük ezzel kapcsolatban, de nyilván az egyébként is adja magát. Na jó, csak hogyha el akarok adni egy kocsit, akkor nem biztos, hogy most cserélem ki a vezérműszélt az autón, hanem most tudom, hogy kicsit kocsis hadásban mentünk át, de semmi ilyesmi célom nincs, hogy kocsikkal foglalkozás legyen, de hogy akkor esetleg lemosod, meg kicsit kicsinosítod, meg rendbe rakod nagyjából. De most közben azokról beszélünk, akik vezetik az autót, igen. Tehát nem a tulajdonosról, mert kivonatva, hogy gyakorlatilag bérbe, hogyha úgy tetszik. Ten Hagnak kellene azért, nem tudom, vezérműtengely, hogy el is tudjon gurulni az autó, mert egyébként nem nagyon tudja használni. Meg a lyukasgumit azért csak lecseréled, mielőtt eladod. Tehát, hogy annyi van benne, és szerintem Ronaldo már ez a lyukasgumi volt itt a Manchester United-nél. Autógumi, jó? Autógumi. Tehát ugye elgurulgat még azzal is az autó, de úgy nem tesz jót neki, hogyha egy lyukasgumival gurulsz több kilométeren keresztül, és a Manchester United és Ronaldo kapcsolatában szerintem már ez történt. Mondjuk én nem emlékszem, hogy valaha egy Manchester United cselecsatár távozása kapcsán ekkora felfordulás lett volna. Odion Igaló kapcsán azért nem hiszem, hogy ekkora volt a baj. Első számú center már kellett volna a nyáron is, továbbra is kell, ilyen szempontból szerintem változás nincsen. Jó, beszéljünk kicsit Jadon Sancho-ról. Tudtok róla valamit? Mi történt sérült. Jadon Sancho-val? Ezek a hivatalos szövegek igazából, hogy sérül, de hogy nem tudunk valami egyéb dolgot, hogy mi történt vele, mert hogy el van tűnve. Nem tudom, én mostanában nem forgattam annyit a szánt, lehet, hogy te tudsz valamit elvédni. Hát ez az, hogy ők is csak találgatnak, hogy most miért nem jelentkezik, mi a helyzet vele, ez a hivatalos álláspontos sérült. Nem tudom, hát ezt mondják, hogy sérült, én ezt akkor készséggel elhiszem, mást meg én nem szeretnék ebbe belelátni, de nyilván tény, hogy itt Sanchónak a United-es karrierje azért nem úgy alakult, ahogy szerette volna. És még itt Ten Hag alatt sem volt egy-két jó mérkőzése, de egyszerűen nem az a profil, amit Ten Hag szeretne a szélre, mert Sancho egy kombinatív játékos, aki elsősorban úgy tud jól cselezni, hogy kis területen megtartja a labdát, aztán meg kiosztja az utolsó passzokat. Jelenleg azt látjuk, hogy Ten Hag csapatában és a szélsőknek elsősorban az a feladata, hogy jól tudjanak egyezni, jól tudjanak kapu elé érkezni, és Jadon Sancho nem ez a játékos.
a szélső védőkkel is máshogy kellene neki együttműködnie, mint ahogy tette azt a Dortmundban. Ez egyre nagyon nem néz ki jól az ő szempontjából, és pláne úgy, hogy Rashford is kezd formába lendülni, azért őt is be lehet vetni a szélen. Hát ő a Citónak a győztese gyakorlat. Igen, ott van még Garnacho is, aki pont a VB előtt nagyon fontos győztes gólt szerzett, egyre többet játszott, nagyon jó teljesítmény nyújtott, és hogyha profilra nézem, akkor ebbe a Ten Hag csapatba sokkal inkább illik most egy Garnacho típusú játékos, mint egy Jadon Sancho, akit én megmondom őszintén, ebben a csapatban én Bruno Fernandes helyén tudnék elképzelni, ott a jobb oldali félterületbe, de hát valószínűleg Bruno Fernandes meg nem fogja kirakni Ten Hag azért, hogy Jadon Sanchot elkezdi őt próbálgatni. Szóval Garnachónak a fejlődési íve az nagyon fontos lehet, mert tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy vesznek mindig fiatal játékosokat, és ez most már lassan már egy évtizedes probléma, hogy elbukik mindenki gyakorlatilag, vagy megapad a fejlődésében. És most van egy ilyen saját nevelési játékos, akiben meg látják egy kicsit a United szurkolók is a jövőt, meg a megváltót, és a többi, és a többi. Néha szerintem kicsit túl sokat is látnak bele a játékosba, de hogy az ő pályaíve azért talán jelzés lehet, hogy megváltoznak a dolgok, és most már lehet fiatal játékosoknak is Unitedbe igazolni. Hát most itt a barátságos mérkőzéseken, ugye itt a VB szünet után elég sok hasonló típusú játékos kapott lehetőséget, úgyhogy egyébként meg Ten Hag ért is ehhez, meg nyilván egy olyan klubtól érkezett, ahol ez meg, hogy is fogalmazok, ipari szinten működött az utóbbi évtizedekben. Tehát hogy ezzel kapcsolatos tapasztalata is bőven, úgyhogy azért arra lehet számítani, például Garnacho is azért ebből a szempontból jobb helyzetbe kerül. Hát reméljük, hogy így alakulnak a szituációk. Beszéljünk a Nottinghamről is. Náluk egyértelmű cél a bennmaradás maximum. Ez a nagy bevásárlás után ez egy elégséges, ez egy jó eredmény lenne, vagy abszolút csalódás, még akkor is, hogyha bennmarad a Premier League. Hát már lehet hallani híreket, hogy egy további pénzköltésben gondolkoznak, úgyhogy nem áll le náluk ez a fajta körforgás. Igen, Marinaki szúr azt mondta, hogy ők januárban is szeretnének még minimum két játékost igazolni, de egyébként az, hogy a Nottingham költött, meg sok új játékost hozott, az olyan szempontból nem meglepő, hogy mi is beszéltünk róla, hogy az elmúlt években is ilyen 10-15 játékosokat hoztak mondjuk nyaranként. Ráadásul a Championship-ben meghatározó és feljutást kiharcoló csapatukból 5 játékos távozott azért, mert mindenki kölcsönben volt ott. Tehát őket valamilyen szinten pótolni kellett, meg eleve nyilván a keretet kellett fejleszteni. Náluk az volt inkább az aggaszt, hogy ők ugye most már ilyen sportigazgatót, meg vezetőjátékos, meg figyelőt váltottak, miközben volt egy terv nyára, hogy mit szeretnének végrehajtani, majd a tulajdonos kisfia azt mondta, hogy jó, akkor még igazoljuk le őt is, meg őt is, meg őt is. Ez nem mindegyik jött össze szerencsére, mert például az utolsó napokon még Batshuayt is szerették volna leigazolni, miközben előtte már igazoltak 2 centtel, tehát itt a végén keveredtek össze a dolgok. És nyilván ennyi új játékosra azért Steve Coopernek sem volt egyszerű dolga, hogy akkor ebből valami nagyon gyorsan, valami működőképeset összerakni. Utolsó 9 meccsükből 7-szer nem kaptak ki, tehát még azt is mondhatnánk, hogy valami elindul, de azért azok a döntetlenek, meg győzelmek azért nagyon sokszor erősen mekegtek, mert hát nem volt meggyőző a játékuk, főleg védekezésben, és ezt mondta Cooper is, hogy azon kell javítani. Hát majd meglátjuk, hogy ez az elmúlt néhány hét, amikor a készüléssel tudtak tölteni, az mennyire működik most. Hát igen, ez fontos lehet, hogy nekik talán jól jött ez az egy hónap edzőtábor igazából, és egy kicsit összeszokhatott a csapat, vagy összekovácsolódhatott akár az edző és a játékosok kapcsolata is. Meg azért tényleg valami látszott már azon, hogy működőképessé válhat majd szépen lassan ez a csapat, és igen, egy ilyen időszakban neki kifejezetten jót tesz, hogy akkor ezeket a dolgokat még lehet tovább simítani. Most fog kiderülni, hogy ez mennyire sikerült. Azért a hatalmas változást nem feltétlenül várnék tőle. De ezek a nagy bevásáros projekteknek tulajdonképpen itt ez lehet egy ilyen árcélula, hogy nem biztos, hogy mindig ez a legmenőbb vagy legjobban működő rendszer, hiába van a pénz. Az nem kérdés, hogyha tök mindegy, hogy olcsón vagy drágán veszel 20 játékost, abban nem fogsz tudni egyik pillanatra a másikra csapatot építeni, és pont ez a fajta átmenet hiányzik, hogy ha már kiharcoltad egyébként is a feljutást nyilván eredményesen, akkor azért csak volt valami kohéziót már egy csapatban, és ehhez képest ezt meg így akar egy tényleg ilyen atombomba-szerűen robbantják fel. Folytassuk az Aston Villa-Liverpool összecsapással a mai adásunkat, és hát az Aston Villát már láthattunk néhány meccset, amikor Unai Emery már a vezető edzője. Én láttam néhány meccset, amikor nem Unai Emery a Villarreal edzője, az nem jó. Az nagyon nem jó, az nagyon nem jó, de hogy néz ki ez a Villa Unai Emeryvel? Jobb, mint Gerrardal volt? Kis minta. Hát ugye a Manchester United ide játszottak kétszer. Abból akkor ezt lehet mondani Villára is, hogy mi kicsi a minta, az a Setién lehet. Nem, az nem működik, azt hagyjuk, de ez még működhet. Tehát itt is egy nagyon meggyőző bajnokit játszottak a Manchester United, de ott Emerynek volt egy hihetetlen jó meccsterve, majd ugyanúgy a Manchester United ellen kiestek a Liga kupából, és volt egy Brighton elleni győzelem, ami azért támadójáték szempontjából annyira nem volt meggyőző, de legalább láthattuk azt, hogy Emery nem nagyon változtatott a saját felfogás
sem, mert ott hat védővel láttuk már védekezni az Aston Villát a Brighton ellen a meccs végén, és itt a Liverpool-i mérkőzés kapcsán is azért valami hasonló meccstervet szerintem fogunk látni majd, attól függetlenül, hogy ezt a mérkőzést nem az Anfield-en rendezik. De ez az Aston Villa nagyon gyorsan elkezdett úgy kinézni, mint egy Unai Emery csapat. Gyakorlatilag ugyanazt a mintát látjuk, amit az elmúlt években a Villarreal-nál, és akár a támadási építések módjáról, akár a csapat felállását tekintve, hogy ezt a 4-2-2-2-t láttok az első mérkőzéseken. Ez a Manchester United ellen még nagyon jól működött, aztán a Brighton ellen azért már jóval kiszámíthatóbb volt. Viszont pont a Liverpool ellen szerintem ez működhet. Ugye Emerynek mindig az a terve, meg az volt a terve a Villarrealnál is, meg például a Manchester United ellen is, hogy hátsó labda kihozatala, kihúzzuk az ellenfelet, és utána támadjuk a szabad területeket. Most a Liverpoolnak ebben a szezonban a visszaesése mögött azért jelentősen ott van az is, hogy jó, egyrészt sok a sérült, másrészt szerint a letámadásnak az intenzitása, akár felállt támadás ellen, amikor az ellenfél hátulról hozza ki a labdát, akár amikor ők elveszítik a labdát, ezért jóval kevésbé aktív, mint az elmúlt években. És hogyha egy csapatnak erre megvan a megoldó kulcsa, mint akár már láttuk ezt a Villarrealtól is a BL menetelés során, vagy akár most itt az Aston Villánál, abban azért lehetnek problémák. Ez egy olyan meccs, amire szerintem Emery nagyon-nagyon fel tud készülni, és ebből egy nagyon nagy meglepetés is lehet, bár nem tudom mennyire meglepetés most, ha mondjuk az Aston Villa elér valamilyen jó eredményt a Liverpool ellen. Hát azért meglepetés, nem feltétlenül vannak olyan jó pozícióban, mert nagyon sűrű ott a mezőny, ugye 3 pontra vannak az európai kupa indulástól, 5 pontra a kieső zónától, 16 forduló után azt azért tegyük hozzá, de hogy meghatározó lehet ez a 3 mérkőzés itt a januárig tartó időszakban, hogy akkor melyik irányba érdemes nekik számolni ezzel a liftezéssel. Ez a fontos, amit Pitt mondott, hogy én már egyébként is ezeket a helyzeteket élvezte a legjobban mindig pályafutása során, amikor ilyen tényleg abszolút szabadon játszott underdogot, és ebből próbálhat valamit kihozni, az meg a másik igen, valóban az ellenfeleknek a szételemzése az neki megint csak szintén mindig a kedvenc hobbiai közé tartozott. Úgyhogy ezen a mérkőzésen ez kifejezetten működhet, aztán a következő kettő, meg nem tudom, ebből a szempontból mennyire lesz sűrű neki. Ugye egyre most bőven volt ideje felkészülni, a következő másik kettő, az már ebből a szempontból egy kicsit más helyzet lesz. Igen, pont ez szól még az Aston Villa, hogy most itt Emery visszanézhette a Liverpool összes mérkőzését ebből a szezonból, ugye tudjuk, hogy ezt ő maga is szereti megtenni, és biztos, hogy egy nagyon jó meccstervel fognak kimenni, aztán lehet, hogy a Liverpool ő egy volt az ellen, és borul az egész, de inkább arra számítok, hogy ez a Liverpoolnak egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, ugye pláne azért, mert még az sem biztos, hogy a Firmino játszhat. Ugye a Manchester City ellen Liga Kupa meccset ki kellett hagynia, ugye Luis Diaz megint megsérült, Jota még csak valamikor januárban térhet vissza, szóval azért vannak ott még gondok bőven. Abszolút. Még maradjunk egy kicsit a Villánál, aztán beszélünk itt a csatár problémákról a Liverpoolnál. Szóval azt várjátok egyébként, hogy Emerynél esetleg előtérbe kerülnek olyan játékosok, akik mondjuk hát leírták magukat Gerrardnál, és nem nagyon kaptak már lehetőséget? Nem tudom, itt most például más helyzet, de ugye Emi Martínez például még most kaparja össze magát valószínűleg Buenos Airesben, hogy ő hogy jön vissza, amikor érkezik vissza, ugye pont a Sevillánál mondták, hogy ott 26-ára várják vissza például az argentin játékosokat, akik ugye ott voltak a világbajnokságon. Ez már kicsit késő, ugye Martínez részéről, hogyha ő is csak akkor érkezik meg, de ugye Robin Olsen védett itt a barátságos mérkőzéseken is, meg volt neki már ugye korábban is beugrása itt már Emery alatt is, amikor Martínez megsérült, úgyhogy például ő kaphat most akár lehetőséget, ez még nem kizárt, hogy itt szóba kerül. Ő sérüléssel bajlódik, szóval itt ezért lehetnek gondok, és erről lehetett is olvasni, hogy nem biztos, hogy Emiliano Martínez úgy ér vissza. Neki ugye több ilyen alkalma is volt, mert az Aston Villán, hogy neki ugye, hogyha jól emlékszem, az nagyapja volt beteg, és hozzá többször is elutazott például Argentínába, és volt olyan, hogy a meccsnek a napján ért vissza, úgyhogy előtte nem edzett, de mégis ő védett. Szóval főleg, hogyha Olsen nem épül fel erre a mérkőzésre, én azért eléggé számítok arra, hogy Emiliano Martínez áll majd ott a kapuba, és hát, hogyha valakinek lehet önbizalma a világbajnokság után, az éppen Martínez. És akkor most beszéljünk a Liverpool csatár gondjairól, mert valóban Jota is még sérült, Diaz is még sérült, és Firmino is játéka is kérdéses. A Liverpoolnál szerintetek, és ott egyébként van is arról hír, hogy szeretnének a télen azért az átigazolási szezonban beavatkozni. Szerintetek érdemes vásárolni ilyenkor egy pánik igazolással, átmenteni ezt a néhány hónapot, mert csak azért is, mert a pozíciót tekintve azért a Liverpool a szokásoshoz képest azért el van maradva a bajnokok ligája pozíciókat nézve. Hát azért voltak problémái Liverpoolnak, és például amikor Arthurt szerződtették, akkor is néztük már, hogy ezt biztos komolyan gondolták-e, aztán ők is már de is mindjárt felépül, úgyhogy... Na, mindjárt játszik, igen. Nem, de akkor szerintetek kell, akkor megkérdezem így, kell egy csatárt venni télen a Liverpoolnak? Csatár biztosan nem. Ott van Jota, ott van Luis Díaz, ott van még Firmino, aki most hosszabbít majd szerződést, tehát egyszerűen megvannak ezekre a pozíciókra, az, hogy ketten is hosszú tábla dőltek ki, ez egyszerűen pek, ezzel nem tudsz számolni, mert nem tudsz felhalmozni annyi ilyen minőségű csatát, hogy mindig legyen, aki be tud ugrani. Ugye most Fabio Carvalho kezdett a bal oldalon.
azért abban szerintem reménykedhetnek, hogy Firmino majd felépül, hogyha nem is az első mérkőzés rögtön, de a következőkre már mindenképpen, mert például Darwin Núñeznek is szerintem sokkal jobban állt, amikor a világbajnokság előtti mérkőzéseken már egyértelműen a bal oldalra kitolva játszott, és onnan tudta támadni a kaput. Meg ez van inkább hozzászokva szerintem a Liverpool, hogy középen egy olyan játékos van, aki többet tud beszállni a játékba, többet tud visszalépni, és ez a Darwin Núñez meg az így megteremtett területeket tudta nagyon jól támadni. Ugye emlékszünk például a Tottenham elleni mérkőzéssel, folyamatosan a bal oldali félterületben beindulásokat csinált meg, vagy éppen az azt követő bajnokiról már a szélről adott gólpaszt is. Nos, a világbajnokságon is az világbajnokságon is abszolút így használták, bár ott mondjuk úgy, hogy a rendszer nem volt akkor felhúzva, hogy Darwin ez érvényesülni tudjon a kapu előtt, de most a Manchester City elleni Liga-kupa mérkőzésen is, ugye Salah gólja előtt ugye azt láthattuk, hogy Darwin ez a középcsatár pozíciójára abszolút kimozgott a szél, és ott tudta fölvenni a labdát, és tudott elfutni, majd pedig beadni. Ilyen szempontból szerintem nagyon fontos lenne, hogy Firmino bevethető legyen, vagy valaki töltse fel a középcsatár pozícióját. Ugye láttunk már olyat, hogy egy tízessel játszott a Liverpool ebben a szezonban, és két csatárral elől, lehet, hogy Fabio Carvalhót érdemes lenne kipróbálni ebben a pozícióban, hogyha nincsen Firmino. Núñeznél maradjunk meg egy kicsit, mert itt a City elleni Liga Kupa meccsen is az látszott, hogy voltak lehetőségei helyzetbe kerülni, nem sikerült egyelőre befejezni ezeket megfelelő módon, és tulajdonképpen ez a legnagyobb kritika vele, hogy mikor fejezi be ezt, csak egy ilyen történés, ami így át kell, hogy kattanjon, és akkor onnantól működni fog Darwin Núñez. Azt látjátok, csak ez hiányzik az ő játékából? Szerintem egy nagyon lelkis játékos, és erről volt szó, ugye volt, hogy le kellett bele beszélgetni Kloppnak, meg Pepin Lindersnek ugye a Liverpool stábjából, hogy minden rendben lesz, koncentrál, jönni fognak a gólok, és ott ugye formában is lendült igazából a világbajnokság előtt, folyamatosan lőtte a gólokat, jött egy olyan világbajnokság, ahol igazából semmi nem jött össze neki abban az egészen borzasztó uruguayi válogatottban, és most megint visszajött a Liverpoolba, és kezdett egy Manchester City elleni mérkőzéssel, ahol mindent kihagyott. Hát jó, csak aki ennyire erős fizikálisan, ennyire gyors, és ennyire sokszor kerül helyzetbe, és csak egy pici kell neki, hogy átkattanjon, az előbb-utóbb megint elkezdi rúgdosni a gólokat. Ugye az egész Premier League-ben csak Erling Haaland jobb nála, hogyha 90 perces mutatókat nézünk, akkor igazából Darwin Núñez a legjobb abban a tekintetben, hogy hogyan kerül helyzetbe. Darwin Núñez szerintem már ebben a szezonban még rengeteg gólt fog lőni, de kell neki az a pici, hogy megint visszakattanjon. Itt a Liverpoolnak a védekezésről azért mindenképpen beszéljünk, persze lehet dicsérni a City-t is, meg kell is a támadó szekciót nézve, de azért a Liverpool például a vesztes gólját, vagy mondjuk a City győztes góljához nagyon kellett az, hogy Aké nagyon csúnyán egyedül maradjon ott a túloldalon De Bruyne beadása után. Szóval, hogy ott ezt is kicsit rendbe kell szednie, vagy rendbe kellett szednie Kloppnak? Egyrészt nyilván kupa meccs, az első meccs gyakorlatilag itt akkor ugye a VB-s kihagyás után azért felforgatott csapatokat láttunk. Nem biztos, hogy ebből nagyon komoly következtetés kell ebből a szempontból levonni szerintem. Én azt mondom, hogy rendbe kell szedni. Mert én azt láttam, az biztos, hogy rendbe kell szedni. Én azt láttam itt a Manchester City elleni mérkőzésen, és amit a Liverpooltól gyakorlatilag egész ősszel láthattunk, hogy úgy fent vannak, magasan védekeznek, de jóval kisebb nyomás van a labdás játékosan, mint azt korábban a Liverpooltól megszokhattuk. Ha pedig mégiscsak megindulnak letámadni, akkor néha óriási lyukak nyílnak a csapatrészek között. Nyilván a Manchester City ezzel a 3-2-5-tel szana szétszette őket a széleken, folyamatosan duplázni tudtak a szélső hátvédeknek, nem tudták, hogy befelé lépjenek, maradjanak kint a szélen. Rengeteg helyzete volt ebből a Manchester Citynek, de mindez megakadályozható lett volna, ha például magasan kezdi meg a letámadást a Liverpool, nem csak a pálya közepén. A Manchester City Kelehert is letámadta, az ellenfél ötösén belül kezdték meg a letámadást, a Liverpool pedig nagyjából az ellenfél térfélének a közepén. Szerintem ezen változtatniuk kell, mert ez a Liverpoolnak alapvetően az identitása, és hogyha ezt az identitást nem azt mondom, hogy megtagadod, de nem tudsz hozzá olyan mértékben ragaszkodni, hogy az elmúlt években az rád jellemző volt, az meglátszik a pályán mutatott játékon is, és ezért enged sok helyzet a Liverpool az ellenfeleknek. Folytassuk a Leeds-Manchester City találkozóval, és kezdjük a Leedsnek a vezetőedzőjével, Jesse Marshall, aki amikor megkapta ezt a lehetőséget a Leedsnél, akkor azt mondtuk, hogy na ez egy jó terep lehet, hogy újra felépítse magát a lipcsei bukás után. A kérdés az, hogy eltelt annyi idő, hogy meg tudjuk ezt ítélni, hogy ez jó irányba tart, vagy megtörtént-e esetleg egyáltalán, hogy Jesse Marsh rendbe szedte a saját karrierjét? Hát az most a karrierjét, az ilyen az hosszabb távon tudja az ember megítélni. Hát akkor mondjuk, hogy volt egy fekvőrendőr, ami nem ment át az a rendben, de nem. Jó, de tehát alapvetően szóval a Leedsnél végzett munkájára egyelőre szóval olyan hatalmas panasz nem lehet, hogyha erre akarsz kiükedni. Hát a Leeds szurkolók azért nem feltétlenül így gondolják, legalábbis a Leeds szurkolóknak egy része így gondolja, és ebben van valami. Megint csak, hogyha a West Hamhez hasonlóan Leedsnél is megnézzük az alapozó mutatókat, azért ott is az jobb eredményeket sejtetne, mint amit valójában elértek. Viszont, hogyha ennek a kontextusát vizsgáljuk meg, akkor azért továbbra is megfigyelhető az, hogy a Leeds ezeket a jó eredményeket, amikor sok helyzetük van, az vagy akkor éri el, amikor már hátrányba kerülnek,
az sosem jó, és amikor mindenki jobban támad, meg aktívabban támad nyilván, vagy pedig nagy csapatok kell, akik hátulról szeretnének építkezni, és a Leedsnek a játéka, még Jesse Marsnak a játék elképzelésű, ez az abszolút, ez a Red Bull foci extrém verzió, amit Jesse Marsnak gyakorlatilag mindenhol visz magával, az arról szól, hogy az ellenfél építkezik, mi elveszük tőle magasan a labdát, majd pedig azonnal előre felé játszunk, és labda irányába pressingelünk. Nem az ellenfél játékosra figyelünk, hanem arra, hogy hol van a labda, és úgy próbálunk kompaktak maradni. És ebből azért adódnak problémák, és az például egy visszatérő dolog, és látom pont most a Leeds szurkolóktól, hogy van az edzőmérkőzésükön, megint kaptak egy ilyen gólt, hogy ugye labda irányába tolódik a pressing, de hogyha az ellenfél ez alól ki tud jönni, és át tud forgatni a túloldalra, akkor gyakorlatilag nagyon lassan érnek át, és folyamatosan a hosszú oldalon érkező játékosok tudnak ellenük helyzetbe kerülni, vagy helyzeteket kialakítani. Ebből számos gólt kaptak már, és azért ennek az egész játéknak a limitációja ott van, hogy nem tartasz labdát. Folyamatosan előre játszol, folyamatosan átmenetben vagy, nem tudod igazából kontrollálni a mérkőzést, és ez nagyon jól mutat akkor, amikor te mondjuk egy Chelsea-t vagy egy Liverpoolt lepresszingelsz, és ebből vannak helyzeteid, hát de aki meg azt mondja neked, hogy tiéd a labda, játsszál vele, hát az ellen ez a Leeds folyamatosan csődöt mondott. Tehát ez a kettősség, ez tényleg jellemző, hogy nagy csapatok ellen nagyon prima sokszor, amit a Leeds csinál, hát csak ott van a többi mérkőzés. Ez a kettősség egyre nagyon ott van ebben a csapatban, és az a kérdés, hogy igazából ebből ki tudnak nőni? Vagy ennyi Jesse Marsh? Azért nekem úgy tűnik, hogy Jesse Marsh ennyi, mert más még nem nagyon láttam tőle. Oké, de akkor pont amiről beszélsz, ezek az átmenetek, amire egyébként Citynek talán a egyik legnagyobb gyenge pontja lehet, az lehet, hogy működik tulajdonképpen ezzel a mérkőzésen. Hát pláne, hogy hazai pályán játszik a Leeds United, mindenki ki van éhezve, fel fogják pörgetni a pressinget, és szerintem lesznek olyan momentumok, amikor zavarba fogják tudni hozni a Manchester Cityt. Láthattuk az Arsenalnál a második fél időben, és az agyig feltekert pressinggel, az Arsenal alig tudta kihozni a labdát a saját térfeléről. Azért a Manchester City ellen nem tudsz bazírozni, mert egyszer azt mondja De Bruyne, hogy berakja Haalandnak a védelem mögé a labdát, aztán vége. De ez olyan mérkőzés valóban, ami a Leedsnek alapvetően jobban feküdné, az más kérdés, hogy a Manchester City meg elképesztő minőséget képvisel még így is. Tegyük mellé, hogy brutális sérülés hullám van egyébként a Leedsnek. 10 játékos nem léphet pályára, és köztük a tényleg legfontosabb Rodrigo Benford, vagy a kezdőkapus Melié például, de hogy Tyler Adams is eltiltás miatt kihagyja ezt a mérkőzést. Azért, hogyha így vizsgálom, akkor ez már egyértelműen a Citynek az oldalára billenti ezt a mérleget. Hát ezzel kapcsolatban egyébként sem volt olyan nagyon kétségünk. Tehát valóban a játék az működhetne éppenséggel, de láttuk a Cityt azért tegnap is, úgy tűnik, hogy neki sem okozott olyan nagyon nagy problémát azért ez a leállás. Jó, a sérülteknek a fele azért kétséges inkább, tehát szerintem a legtöbben játszani fognak. Nyilván akik hosszú távon sérültek, ők nem fognak felépülni, de Adamsnek a hiánya az szerintem elképesztően fontos lesz, és ott szerintem elismert a Leedsnek ez az egész, mert ő fogja össze igazából mind letámadásban ezt az egész csapatot. Adams szerintem a legfontosabb játékosa ennek a csapatnak jelenleg. De azt el lehet engedni a City elleni meccset, és mondjuk koncentrálni a következő Newcastle vagy akár a West Ham elleni találkozó, vagy ilyen nincs a Premier League-ben? A Newcastle mennyivel lesz könnyebb mondjuk a Leeds számára? Ott milyen átmenetek lesznek mindkét csapat részéről? Na azt mondjuk, hogy ezt meg érdemes lesz megnézni. Beszéljük a City oldaláról, akik viszont teljes kerettel vannak itt, egy játékos leszállítva. Julian Alvarez kapott pihenőt, ő csak január 5-én csatlakozik majd a kerethez. Ez ilyenkor egy ilyen világbajnokság, amikor tényleg te voltál az egyik csúcspontja a VB-nak, az lehet, hogy Guardiolánál is számít néhány plusz pontot, és lehet, hogy több játékpercet fog kapni, akár mondjuk egyszerre beteszi a két legjobb csatárát a csapatban. Már nem is ezért kaphat több játékot, de az, hogy megint tényleg sűrűn indul újra, ugye a Premier League, amiről beszéltünk, hogy itt néhány napon belül játszanak le három meccset. Tehát emiatt lehet, hogy majd fog több lehetőséget kapni egyébként is, mert jobban vigyáz mondjuk Haalandra és nyilván Guardiola, meg az a Guardiola szerintem eddig is magas polcra helyezte Alvarez, tehát ezzel mondjuk nem volt feltétlenül probléma. Igen, volt egy sztori, amit pont most mesélt el Alvarez, hogy még megérkezett a Manchester City-hez, és már beszélgettek arról, hogy a VB esélyek. Kit nyerhetik meg a VB-t? Hát a brazilok, a portugálok, hogy azért ott van Ruben Dias, aki egyébként megsérült, tehát ő azért fontos játékosok közül nem lesz bevethető. És Guardiola volt az, aki azt mondta, hogy tudjátok, hogy kinek van a legnagyobb esélye szerintem megnyerni ezt a VB-t? Neki. És Alvarezre mutatott. Hát nyilván azért ezekkel a jóslatokkal mellé lehet menni, utólag meg jól hangzik, de az nem véletlen, hogy a Manchester City eleve lecsapott Julian Alvarezre, és már eleve ősszel is sok lehetőséget kapott, úgy is, hogy ott van Erling Haaland a csapatban, és ez így fog folytatódni egyébként tavasszal is. Na de hát jó hír lehet a nézőknek, hogy végre újra láthatjuk Erling Haalandot gólokat lőni. Iszonyatosan fel van pörögve ez a csávó. Már a Liga Kupa meccsen is látszott, hogy alig várta, hogy végre foci, és nagyon akar gólokat rúgni, nagyon akar nyerni. 18 gólja van a Premier League-ben. 18.
Emlékszünk az szezon elejé tippelésünkre, hogy hát én 18-at mondtam, csak mondtam. Na, és figyeld, még fél távon sem. Még áll. Még áll, még abszolút áll. De hihetetlen. Hihetetlen. Holland az Holland. Ő gólokat fog lőni, már Leeds Unitednek is gólokat fog lőni, úgyhogy mehetünk tovább. Jó, ha menjünk tovább De Bruyne-re, aki mikor ebben a kék mezben látom, amit a City visel, az annyira más, mint az a belga válogatott mez, hogy mintha nem is ugyanaz a játékos lenne, pedig ugyanaz, látom, hogy ugyanaz, felismerem őt, nem vagyok teljesen hülye, de nyilvánvalóan a kiszolgáló játék, meg a támogató játék egész más. Miért van ez a kettősség? Ennek köszönhető? A játékosok minőségbeli különbségenek köszönhető? Nagyon sok a különbség. Guardiola Martínez közötti különbség? Hát én ebbe az irányba szerettem volna terelni egyébként a beszélgetés lényegét, de nyilván az sem mindegy, kik a csapattársak mellett, meg amiről beszéltünk az elején, hogy miért van magasabb szinten a klubfoci a válogatott focinál, mert ezek a játékosok marha sok ideje már együtt játszanak, ráadásul Guardiolánál ugye elég egyértelmű lefektetett elvek mentén, senki számára nem újdonság már a játék, egészen más dolog, mint amikor egyszer csak összegördítik, hogy csődítik a válogatottat, és akkor megpróbálnak valamit összehozni. Mondjuk ha van legalább egy pár hetes felkészülés, de most még a VB előtt ez sem volt. Beszéljünk kicsit a fiatalokról, mert hogy a Cityre szeretik rásütni azt, hogy ezek csak vesznek, meg költik a zsét, de igazából most már azt is láthatjuk, hogy van egy ilyen belső program, ami szépen épül, és nyilván ennek Phil Foden talán az ékes kilakata, a Cole Palmer az, aki látszik már, hogy lehet a következő Phil Foden, és Rico Lewis lehet, aki a harmadik ilyen játékos lehet, aki most például 18 évesen kezdőként kapott lehetőséget a Liverpool elleni, mikor csak Liga Kupa meccs akkor is, de már kapott lehetőséget a bajnokságban is, azért ezeknek a játékosnak a felépítése is látszik, hogy ez egy látható program a Citynél. Meg az meg Guardiolával kapcsolatban is, akkor korábban is szintén egy látható dolog volt, hogy ő szeret lehetőséget adni fiatal játékosoknak, hogyha megvan bennük a potenciális, az meg látszik, hogy a Citynél is megvan a törekvés abszolút ebbe az irányba, amit mondtál te is. Nem véletlen kaptak már korábban is ezek a játékosok lehetőséget a Liga Kupában, azért láttuk már korábban is érdekes összeállításokat a Manchester Citynél, úgyhogy ebből a szempontból szerintem nem kell aggódnia senkinek a szurkolók közül. A Manchester Citynél szerintem mindig külön kellett választani, hogy szakmailag ez a klub hogy működik, meg hogy honnan van pénzük. Van pénzük, el is költik, de okosan költik el, akár utánpótlásra is. Azért nem véletlen, hogy ott van egy Palmer, ott van egy Foden, most Rico Lewisról ódákat zengett Guardiola, és zseniálisan játszott ebbe a befelé mozgó szélső hátvéd szerepkörében. Úgyhogy egy hónapja töltötte a 18. életévét, és mindezt egy Liverpool ellen csinálta meg. Hihetetlenül jól játszott, de hát megnézzük a Southampton, lerabolta a fél Manchester City akadémiát, mindenki alapember, nézzük meg egy Edozit, egy Laviát, elképesztően jól játszott rögtön az első meccsen a Premier League-ben, Kompany a Manchester City-ről igazolt játékosokat a Burnley-be, ahol a kis Manchester City-t építi, ennek a csapatnak az utánpótlása is elképesztően erős, és abból látszik, hogy ez tényleg mennyire igaz, hogy ők tényleg megvetnének bárkit a világon, és mégis ezeknek a srácoknak adnak lehetőséget, és ez sem véletlen, mert ők ismerik azt a rendszert már, amit Guardiola szeretne alkalmazni, és Lewis kapcsán is azt mondta el, hogy elmond neki egyszer egy dolgot, és egyből ott van a fejében. És látszott Guardiola szemén a csillogás, hogy úristen, de jó, még azért, hogyha kívülről hozol játékost, és ezt láttuk például akár az elején Mahrez, vagy Grealish esetében is, hogy nekik azért kell egy idő, mire felveszik ezt a ritmust. Aki az utánpótlásból jön, az évek óta ebbe van benne, és bármikor be tudod rakni, hogyha megvan benne a minőség. Bocs, csak egy dolog jutott még eszembe, itt nagyon ütöttük az előbb azt a kérdést gyorsan, ugye, hogy a Leeds mennyire engedheti el ezt a meccset, meg mennyire mehet arra gyújtaszik jelen teljesen. Sem felesleges bármit is csinálni. Ugye voltak korábban ilyen próbálkozások a Premier League-ben, ugye Holloway-nek még a Blackpoolnál, meg Mick McCarthy-nak a Wolverhamptonnál, és ugye ebből büntetések is voltak. Tehát egyszerűen nem is teheti meg egyébként egy csapat, főleg, hogy látványosan teszi ezt, mert ugye akkor egy tök más 11-et küld ki erre a meccsre, és aztán a következőre, úgyhogy ilyen szempontból sem megy az, hogy egy kis csapat így elengedjen, mondjuk, hogy egy esélytelenebb csapat, mondjuk egy igazán a csapat ellen egy ilyen meccsre. Na de akkor beszéljünk egy másik kis csapatról, ami a hét kérdésére vonatkozik, ez természetesen nektek is kérdés. Szerintetek a Nottingham Forest benn marad-e jövőre a Premier League mezőnyében? Igen vagy nem? Igazából csak ennyit kellene megjósolni. És lehet matekozni, hogy jó, hát a Wolves meg innen, ők is lehet, hogy erősítenek, de ott van az Everton, akik és a többi. Jó, nem biztos, hogy nektek kell magyarázni. Az Everton nagyon rossz. De hogy... Igen. De szerintem a Nottingham Forest is ki fog esni. Szerintem is. Hát, ha ti azt mondjátok, hogy a Nottingham kiesik, akkor nekem muszáj azt mondom, hogy benn marad. Nagyon bízok abba a néhány új igazolásban, még hát, ha még nem elég. Vannak még üres öltözőhelyek, ahova le lehet ültetni jó futballistákat, meglátjuk. Amit viszont fontos elmondani, hogy holnapi nap folyamán, tehát 24-én várunk titeket esélyesök top 10-zel, ahol a világbajnokság állom csapatait állítjuk össze, és vasárnap nagyon fontos indul a Pont Vadászok nevű új műsorunk, ahol Ádám megmutatja, milyen jó kvízmester. Hajjaj. Tartsatok velünk ezeken az adásokon is, iratkozzatok fel. Sziasztok! Boldog karácsonyt! Így van!